Legkevesebb 2000-en is meghalhattak Líbia keleti partjainál a hétvége óta pusztító Dániel nevű viharban. Az ítéletidőben eltűntek száma is sok ezerre tehető. A szélsőséges időjárás miatt a hatóságok vészhelyzetet hirdettek, az iskolák és boltok bezártak, kijárási tilalom lépett életbe. Az ország 4 nagy olajkikötőjét már szombat estétől több napra lezárták. A legnagyobb rombolást Derna városában végezte a vihar. Derna déli részén a gátak összeomlottak, így a víz elárasztotta a várost. 3 híd teljesen megsemmisült, egész városrészek csúsztak bele a tengerbe a bennük élőkkel együtt, összegezte a pusztítás mértékét a hadsereg szóvivője. Az ENSZ líbiai kirendeltségek közölte, sürgős segélyt biztosítanak a helyi és országos mentési munkálatok támogatására. A helyzetet nehezíti a Líbiában uralkodó belpolitikai káosz, az ország ugyanis 2 rivális kormány között oszlik meg keleten és nyugaton.